Sziasztok! Sziasztok, drága fények! Ismét egy csodálatos reggel a játékban. És több éve foglalkoztat engem egy hozzászólásotok, még amikor facebookoztam, akkor egyszer egyik költök, egy hölgy hozzászólt, már nem tudom, hogy mihez, csak a hozzászólására emlékszem. Hosszan leírta, hogy hát milyen szörnyűek a spirituális férfiak, hogy nem igazi férfiak, és lassan beszélnek, nem lehet győzni, kivárni, hogy mit akarnak mondani, meg olyan finom lelkűek, meg stb. Stb. Szóval úgy tűnt a hozzászólásából, hogy heves érzelmei vannak ezzel a dologgal kapcsolatban, és azt írta, hogy ezért van minden spirituális nőnek asztalos férje, vagy pasia, vagy hogy mondják ezt, stb. Stb. És nagyon hosszan tárgyalta ezt a dolgot. De bármi mást mondhatnék, mert szerintem mindannyian találkoztatok ilyen dologgal, hogy valaki nem szeret valamit másokban, valaki akár az összes embert nem szereti, és hát biztos, hogy magunkban is találkoztunk ilyennel, hogy valami nagyon irritál minket egy bizonyos másik emberben, akár, vagy bármi, másokat szeretnénk megváltoztatni. Hogy ugye, milyen a párom, milyen az anyám, apám, gyerekem, főnököm, beosztottam, a Gyurcsány, meg az Orbán, meg a anyós, meg a szomszéd, meg a stb. Tehát amikor úgy érezzük, és úgy gondoljuk, hogy a másiknak meg kéne változni, mert micsoda dolog, hogy ilyen, amilyen. És minden ilyen helyzetre mondanék olyan dolgokat, amiket ugye már ti is mondtok, csak azt ti is tudtok elvileg, csak aztán kifejtem ezeket. Tehát ugye az egyik dolog, ami azonnal eszünkbe jusson eszünkbe, az a csodálatos tanítás, hogy mindenki tükör. Mindenki tükör. Tehát ez az egyik, amit nézzünk meg. Hogy miben tükör a másik. Ami másokban zavar minket, az valójában magunkban zavar. Ez a pszichológia is állítja, nem csak a spiritualitás. Tehát nézzük meg azt, hogy valójában mi az, tehát amit másokban látunk tulajdonságot, az bennünk is megvan. Pontosabban ugye nem a valódi énünkben, hanem ebben az inkarnációnk lelkében, testében, tudatában, szokásaiban, viselkedésében, hozzáállásában, gondolkodásában, stb. Tehát összességében, ami másban zavar minket, az magunkban zavar. De ez már egy jó dolog. Tehát az, hogy valami zavar minket magunkban, az azt jelenti, hogy szeretnénk rajta változtatni. Csak ugye erre nyilván nem az a megoldás, hogy haragudnánk magunkra, hanem hogy megnézzük, hogy mi a megoldás. Hogyan tudok változtatni a lelkemen, testemen, tudatomon, stb. És ugye az első és legfontosabb dolog, hogy szeressük magunkat, és fogadjuk el magunkat. Szeressük és fogadjuk el a lelkünket, testünket, tudatunkat, stb. És amikor ez már sikerült, akkor hozzáláthatunk ahhoz, vagy akkor lássunk hozzá ahhoz, hogy ha szeretnénk rajta változtatni, akkor tegyünk ezért. Nagyon fontos ez a sorrend, hogy először fogadjuk el olyannak, amilyen. A szeretet, mindig a szeretet legyen az első. Mindig
Nézzük meg, hogy mennyi szeretet van bennem. Mindig tegyük fel magunknak ezt a kérdést mindenféle helyzetben. És visszatérve arra, hogy ha másokkal van bajunk, akkor magunkkal van bajunk. Ugye Gandhi, Mahatma Gandhi mondása, hogy változz meg, és megváltozik körülötted a világ. Azt hiszem, ő mondta ezt. Egy másik ilyen mondás, lehet, hogy ezt is ő mondta, vagy csak azt mondta ő, hogy a világ megváltoztatását legjobb, ha saját magunkkal kezdjük. De mindezzel nem azt akarom mondani természetesen, hogy bármit viseljünk el másoktól, mert ez egy másik dolog. Tehát az, hogy mondjuk valakivel megalázó módon viselkedik a főnöke, vagy a férje, vagy a felesége, vagy bárki, vagy esetleg akár még fizikailag is bántalmazza, az nem azt jelenti, hogy ezt fogadja, vagy viselje el. De az első lépés mindig a szeretet legyen, hogy mit tudom én, engem mondjuk bántotta XY, és akkor az első lépés az legyen, hogy kimondom magamnak, hogy szeretem őt, elfogadom őt, még el is képzelem, hogy neki mondom, és kimondom ezt, hogy szeretlek, elfogadlak, megértelek, lehet, hogy valami történt veled a gyerekkorodban, és most azért viselkedsz így, mondjuk agresszíven, és miután sikerült őt szeretnem és elfogadnom, azután oda megyek hozzá, és megmondom neki, hogy ezt többet ne csináld, légy szíves, nekem ez túl van egy határon, és ennyi. Ha megkértem rá, várok, hogyha később is újra és újra csinálja, akkor megint megkérem, másodszor is, már bővebben elmagyarázom neki, hogy ez nekem ez fáj, nekem ez nagyon rossz, stb. Kifejtem, hogy megértse, hogy miért szeretném, hogy ez nem csak egy kényeskedés tőlem, vagy bármi. És tehát ez a második megkérés. És hogyha ezután is csinálja, akkor pedig a harmadik megkéréskor elmondjuk, hogy most újra megkérlek, tényleg ezt többet ne csináld, sok mindent, elviselem ezt és ezt tőled, mert ugye mindig a arany középutat kövessük, hogy bizonyos dolgokat igenis elviselünk a párunktól, szüleinktől, gyerekeinktől, főnökünktől, stb. De bizonyos dolgokat pedig nem. És ugye te érzed azt, hogy hol van ez a határ. És nyilván nem érdemes olyan dolgot elviselni, amit tehát mondjuk, ha valamit megalázónak érzünk, stb. Abból úgyis betegség lesz, és rengeteg szenvedés, törlöm. Tehát az mindenképpen figyeljünk erre a határa, hogy ez senki ne lépje túl, és mi is figyeljünk arra, hogy mi se lépjük túl másoknak a határait. Szóval a harmadik megkéréskor elmondjuk, hogyha mégis csinálni fogod ezt, de szeretettel mondjuk el. Megértjük, lehet, hogy kiskorában őt is bántalmazták, és most ő ez tudat alatt így jön ki belőle, hogy most meg ő bánt másokat. Még nincs azon a tudati nyitottsági szinten, ha úgy tetszik, bölcsességi szinten, hogy felismerje, hogy pont azzal okozza magának azt, hogy bántják mások, hogy ő is bántott másokat, és most kapja vissza. És persze mi is belegondolhatunk abba, hogy mi miért kapjuk ezt. Mi lehet az oka? Mi is esetleg bántottunk régen másokat, akár korábbi inkarnációban, és most kapjuk vissza? Vagy mi? Vagy ez egy tanítás? Vagy mi? Tehát, hogy mindig, hogy mi miért történik, tehát próbáljunk rájönni a valódi okára, okaira, különböző szinteken.
Tehát ultimátumot adunk neki, hogy ha még egyszer csinálja ezt, akkor elhagyjuk. Akkor felmondunk a munkahelyen, akkor szakítunk a párunkkal, akkor mit tudom én mi. Gyerekünkkel, szüleinkkel, stb. Stb. Tehát én tudok olyanról, hogy a szülő az távoltartási végzést kért a gyerekével szemben, mert a gyermeke olyan, tehát bűnöző lett, 18 éven felüli, és ennyi. Járt rendszeresen lopni a betört a szülőjéhez, stb. Bocs, a negatív példáért, csak azt mondom, hogy attól, hogy valaki a szülőnk vagy a gyerünkünk, az nem azt jelenti, hogy mindent el kéne tőle viselni. Igen, és ahogyha, tehát elmondtuk ezt az ultimátumot neki, és ha mégis csinálja, akkor viszont kíméletlenül hagyjuk el. Tehát bármi, hogyha elkezd sírni, mindent megígér, keresztbe fekszik az ajtó, mert ilyet is hallottam, hogy egy nő, egy hölgy az anyjával élt, és el akart költözni, és az anyuka keresztbe feküdt a bejárati ajtó előtt. Tehát ilyenkor lépjük át, kész. Felnőtt ember, nem lehet mindenkinek fogni a kezét, nem lehet mindenki helyett mindent megcsinálni. Tehát ezt fogadjuk el azt, hogy a másik ember az másmilyen, ő dönt, ő cselekszik, stb. Stb. És itt is az arany középutat érdemes követni szerintem, hogy adhatunk tanácsot a másiknak, de legjobb úgy, hogy megkérdezzük, hogy szeretnéd-e, hogy adjak neked tanácsot. Vagy ha ezt nem kérdezzük meg, akkor egy mondatot, egy. Például, mit tudom én, panaszkodik nekünk valaki, hogy a férje ilyen, olyan, olyan, ezt csinálja, azt csinálja, tettre, és akkor megkérdezzük, hogy akkor miért vagy vele? Vagy azt mondjuk neki, hogy mindenki tükör. Vagy azt mondjuk neki, hogy old meg. Gondolkozz el rajta, hogy mi a megoldás, hogy ezt a helyzetet megoldjad. Vagy azt mondjuk neki, hogy szeretettel, hogy figyelj, egyezzünk meg, hogy én foglalkozok az én dolgaimmal, te pedig a tieiddel. Na, de térjünk vissza ahhoz a példához, hogy írta egyikőtök, ugye az a hölgy, hogy hát milyenek a spirituális férfiak. Na most, és azóta gondolkodok ezen, hogy mi is lett volna erre a legjobb válasz, vagy bármi. Mert én csak olyat írtam, azt írtam oda, hogy mindenki magából indul ki, amikor más valakit megítél. Azokat a dolgokat utáljuk másokban, amit magunkban utálunk tudat alatt. Ennyit írtam oda, és akkor egy újabb hosszú-hosszú hozzászólás következett tőle, amiben még jobban kifejtette, hogy milyen, hát hogy mondjam ezt szépen, tehát hogy ilyen, tehát nem férfiak, a spirituális férfiak, és gondolhatjátok, hogy most ezt nagyon finoman fogalmaztam. Na most nincs kiírva az égre, hogy bárkinek is bármilyennek kéne lennie. Tehát senkinek nem kell semmilyennek lennie. Tehát nincs ez kiírva az égre, hogy aki férfi, annak ilyennek kell lenni. Aki nő, annak ilyennek kell lenni. Kultúránként is teljesen más az, hogy mi az általános elvárás a társadalomtól, vagy hogy mondjam, de hát nem is létezik ilyen személy, hogy társadalom, tehát nem is tud a társadalom semmit sem elvárni. Legfeljebb az a közhit egy társadalomban, hogy neked ilyennek és ilyennek és ilyennek kell lenned,
hogyha nő vagy, akkor ilyen legyél, hogyha férfi, akkor ilyen legyél, így viselkedj az utcán, így kell viselkedned az utcán, így kell viselkedned a munkahelyeden, ilyen anyának kell lenned, ilyen apának kell lenned, stb. Stb. Ilyen diáknak, ilyen beosztottnak, stb. Tehát nem léteznek ilyen dolgok. Tehát ezt azért jó, hogyha valaki sok országba elmegy, vagy több országba, és ott megismeri, hogy mások az emberek, más az elfogadott, vagy hogy mondjam ezt. Ugye van, ahol teljesen természetes, hogy több nejűség van, hogy megy a férfi az utcán, és akkor mennek utána a feleségei. Van, ahol az a természetes, hogy a nők hatalmas, nagy darab izmos emberek, és ők dolgoznak, a férfiak meg vékonyak, és pihennek, és az ő dolguk csak a gyermeknemzés. Tehát mindenféle nép van, és mindenféle szokás, stb. Stb. Tehát már csak ezért sem lehet ilyen egyetemes elvárás, hogy neked ilyennek kell lenned, meg olyannak kell lenned. Tehát, hogy meg amikor, tehát jó, hát ebből a hozzászólásból üvöltött az, hogy itt valami ugye, saját magával van problémája ennek a hölgynek, de ez mindig igaz, tehát ez mindenkire igaz. Tehát, hogyha másokkal van bajunk, úgymond másokra irítál minket. Tehát nem arról van szó, hogy minket bánt, hanem hogy irítál, hogy olyan, amilyen. Akkor természetes, hogy magunkkal, tehát nem a valódi énünkkel, de a saját lelkünkkel, saját, mit tudom én, minkkel van bajunk, tehát az nem tetszik. Amikor valaki úgy kezdi a mondatot, hogy a férfiak, a nők, a zsidók, a cigányok, az emberek, vagy bármi, biztos, hogy magával van problémája. Tehát eleve, ha belegondolunk, nem létezik olyan, hogy bármi is minden férfira igaz lenne. Mondj egyetlen egy dolgot, ami minden férfira igaz. Nincs ilyen. Vagy minden nőre igaz. Tehát amikor valaki így kezdi a mondatot, hogy a férfiak, a nők, mit tudom én, a spirituális férfiak, ismeri az összes spirituális férfit a Földön. Szóval nem áll. Tehát ez egyszerűen itt az van, hogy nem használjuk az eszünket, hogyha ilyen mondatokat mondunk. Mert ha józan észre belegondolunk, hogy mondjuk ismerünk, mit tudom én, 100 spirituális férfit, hát az még semmi, vagy 100 spirituális nőt. És hogyha mondjuk mindegyik olyan, hogy az nekünk nem tetszik, hogy miért ilyenek, akkor gondolkodjunk el rajta, hogy miért ezt kapjuk. Miért ezt kapjuk a sorstól, az élettől. Tükör számunkra, vagy tanít minket valamire, vagy van valamilyen megoldatlan lelki dolgunk, és ez teremti ezt, hogy csak ilyen férfiakkal, csak ilyen nőkkel találkozunk? Vagy mi az oka? Mit változtassunk a lelkünkben? Vagy amikor valakinek láttam már olyat, hogy egy túlsúlyos nő, egy másik túlsúlyos nőn gúnyolódott, hogy ez milyen túlsúlyos. És jó, így most egyértelmű, hogy nevetséges a helyzet, de mindannyian ezt csináljuk. Tehát tényleg az van, hogy ha másokkal van bajunk, akkor magunkkal van. És én ilyenkor ezt, tehát ha valami olyat kapok mástól, ami nem kellemes, nem tetszik, vagy olyat látok mástól, ami nem tetszik, akkor jó esetben azon kezdek el gondolkodni, hogy jó, Mátyás, várjál, mindenki tükör, miben tükör nekem ez az ember?
vagy miért kapom ezt? Min változtassak a lelkemben? Például, ha valaki elkezdi nekem mondani, hogy Mátyás, te ilyen vagy, olyan vagy, ezt kéne csinálnod, azt kéne csinálnod, stb., akkor elgondolkodok rajta, hogy miért kapom ezt, mi ez a dolog valójában, lényegileg mi ez. Ő meg szeretne nekem mondani, hogy mit csináljak, meg milyen legyek. Tehát ez olyan dolog, mintha ő a szülőm lenne, vagy a főnököm, vagy bárki. Ilyesmi. Tehát mi ez tulajdonképpen? Irányítani szeretne. Hogyan teremtettem meg ezt a helyzetet, hogy engem valaki irányítani szeretne? Úgy, hogy nem azt érzem belül, hogy én irányítom az életemet, ura vagyok magamnak és az életemnek, szabad vagyok, igaz? Tehát, és akkor elkezdek ilyen mantrákat mondogatni, amivel ezt a pozitív ellentétét teremtem. Tehát, hogy szabad vagyok, saját lábamon állok, a saját utamon járok, a saját életemet élem, stb. Stb. Tehát ez az egyik. A másik, hogy elkezdek arra figyelni, hogy én ne akarjam megmondani másoknak, hogy mit csináljanak, stb. Mert lehet ez visszakapás. Hogy valamikor én mondtam másnak, hogy fú, hát ez így nem jól csinálod, ne ilyen legyél, más legyél, hogy képzeled ezt már, milyen már, hogy ezt így csinálod, meg hát ez nagyon nem jó, hogy ilyen vagy, vagy így csinálod, úgy kéne csinálni, ezt kéne csinálnod, azt kéne csinálnod. Tehát elkezdek arra figyelni, és felírom magamnak, én minden nap írogatok magamnak, hogy mindenfélét, amire szeretném magamat emlékeztetni. E inkarnációm 15 éves korában egy kis alapú füzetre ráírtam, hogy önképzés, tehát 15 évesen önképzés, és azóta írok én magamnak minden nap, hogy mit változtassak a saját lelkemen, életemen, stb. Csak akkor még természetesen nem spirituálisként írtam, akkor még csak pszichológiai, vagy akkor még olyan szemmel sem, csak egy 15 éves kamasz szemével írtam magamnak a dolgokat, aztán később, már amikor elkezdtem pszichológiát tanulni, csak így hobbiból, szóval nem egyetemen, de aztán később főiskolán volt ilyen tantárgyam is, hogy pszichológia, na mindegy, de érdekelt is a pszichológia, és azért is vettem pszichológiai könyveket. Szóval akkor már pszichológiai szemmel is írtam magamnak ezeket a dolgokat, aztán később filozófiai szemmel is. A filozófia is érdekelt, ebben is, képzeljétek el, még középiskolában is volt egy olyan tantárgyam, hogy filozófia, pedig építőipari szakközépiskolába jártam. Meg aztán jártam ilyen filozófiai iskolába is, stb. Mindegy. De meglepő módon ott elég keveset tanultam ahhoz képest, amire az élet tanított, meg amire más emberek tanítottak úgy akaratlanul is, mert nagyon sokat lehet tanulni másoktól, hogyha nyitottan állunk hozzá, bárkitől, tehát az utca emberétől, meg bárhol bárkitől, csak tényleg az kell, hogy akarjunk tanulni, akarjunk fejlődni. Na, de visszatérve ahhoz a hozzászóláshoz, hogy ugye a spirituális férfiak ilyenek, olyanok, hogy ugye konkrétan ebben a helyzetben ugye írhattam volna azt, hogy hát figyelj, hát
Nyilván válasz magadnak olyan férfit, amilyet szeretnél, a többivel meg nem kell foglalkozni. Tehát most az, hogy ki milyen, hát az fogadd el, vagy ne foglalkozz vele. Tehát mi a csodának foglalkozol azzal, hogy milyenek az emberek. Választ ki, hogy ki az, akikkel szívesen vagy, akikkel szeretsz időt tölteni, barátként, társként, és velük töltsed a szabadidődet. Ennyi. Hát most a többivel nem kell foglalkozni, a többi emberrel. Tehát az, hogyha minket ráadásul ennyire irritál az, hogy milyenek az emberek, ki milyen, meg stb., hát akkor abszolút magunkon, lelkünkön érdemes dolgozni, megkeresni azt, hogy mi az, ami zavar minket valójában. És biztos, hogy magunkban zavar valami. Tehát biztos, hogy a saját lelkünkben, saját viselkedésünkben például az, hogyha az adott hölgy ugye nem tartotta elég férfiasnak a spirituális férfiakat, lehet, hogy ennek az az oka, hogy saját magát nem tartja elég nőiesnek. Például a beszédéből eléggé nem az látszott, hogy ő egy finom, nőies, lelkületű illető lenne, de ez se baj. Nem kell nőiesnek lennie a nőknek. Nem kell. Semmit se kell. Nem kell neked férfiasnak lenned, nem kell neked nőiesnek lenned, nem kell neked ilyennek, olyannak, amolyannak lenned. Ráadásul kultúránként különbözik az, hogy mi számít férfiasnak. Milyen öltözet, milyen tulajdonság, milyen viselkedés, stb. Tehát, sőt, még korszakonként is változik. Hát például volt, amikor az emberek nem is olyan régen még zsírozták a hajukat. Hát, mit tudom én, 100 évvel ezelőtt nem az volt, nem az számított szépnek, hogy megvan mosva a hajad, hanem az, hogy direkt vettek az emberek ilyet, hogy olyan zsír, amit a hajra kennek, és ugye utána a fésűvel végighúzták, és akkor ilyen szép fényes volt, meg egyenes volt. Tehát, hogy meg például a férfiaknál is a hosszú haj, az sok ezer évig az volt a természetes, az volt tehát az, hogy a férfiak vágják le rövidre a hajukat, ez egy új divat. Tehát ez, mit tudom én, 100 éve, vagy 200 éve, vagy mióta van, ez egy friss dolog. Aztán azóta már ugye mindenféle más egyéb divat meg minden lett. Tehát én is már megkaptam, hogy a milyen dolog már az, hogy egy férfinak hosszú haja van, mert ugye, hogy nekem hosszú hajam van. Hát nem tudom, bizonyos kultúrákban, társadalmakban még most is hosszú haja van minden férfinak. Szóval, hát ennyit arról, hogy hogy nincs, mindig erre gondoljatok, hogy nincs semmi kiírva az égre, sem az Isten, se senki más nem írta ki, hogy ilyennek, és ilyennek, és ilyennek kell lenned. Tehát ezek mind emberi kitalációk, hogy bárki bármit elvár tőled, az az ő elvárása. És akkor te eldöntöd, hogy vagy megcsinálod azt, vagy nem. Hogyha nem csinálod meg, és ő erre azt mondja, hogy jó, akkor elhagy, akkor dönthetsz úgy, hogy jó, akkor hagyjon el, vagy jó, akkor megcsinálom, és akkor ne hagyjál el. De mindig az a kérdés, hogy mit érzünk belül. Mikor érezzük azt, hogy ez így jó? Mikor érezzük azt, hogy ez így nem jó, mert megalkuvás, mert nem érzem magam jól a bőrömben, mert megalázó, vagy bármi. Tehát, és nem éri meg, egyértelmű, hogy nem éri meg bármi olyat, olyan munkahelyen ott maradni, ahol megalázóan beszélnek az emberrel, és ez téged zavar, stb. Mert van, akit nem zavar, akkor neki rendben van, de akit zavar, az úgyis beteg lesz, úgyis ott fogja hagyni azt a munkahelyet, csak sok szenvedéssel. Tehát semmi értelme nincsen. Úgyhogy
mindig figyeljünk az érzésre, és mindig tegyük fel magunknak ezt a kérdést, hogy a saját utamon járok? A saját életemet élem? Vagy azt, amit mások elvárnak tőlem? Szabad vagyok? Szabadnak érzem magamat? Úgy érzem, hogy én irányítom az életemet? A saját dolgaimmal foglalkozok? Vagy a máséval, hogy másnak milyennek kéne lennie, mit kéne csinálnia, stb.